Mozgás, egészség, közösség. A Sportközpont az Európai Sporthét keretében negyedik éve rendezi meg az Európai Sportnapot, a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is együtt a Nyugdíjas Sportnappal, amely már a 8. ilyen rendezvénye a sporttal is foglalkozó nyugdíjas szervezeteknek. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amelyet 2015 óta minden évben megrendeznek a sport és a testmozgás népszerűsítése jegyében. A nemzetközi eseménysorozat idén szeptember 23-a és 30-a között zajlik szerte Európában. Ez egy egész héten átartó rendezvény, a Magyar Szabadidős Sportszövetség hirdette meg Magyarországon, illetve hát Európa, az Európai Unió szinte minden országában most ezen a héten minél több ember sporttól, szabadidősport jelleggel, és az a cél, hogy minél többen mozogjunk. Itt Kispesten ezt most egy napra szorítottuk, tehát a mai nap szerveztük meg ezt az eseményt. A sportnapot az általános iskolások és a legkisebbek futással indították, a nyugdíjasok sétával tettek meg több kört az atlétika pálya futókörén. Az idősek körében népszerű volt a pingpong, de labdarúgó tudásukat is felfrissíthették a kapura rúgáson. Az óvodásokat is vonzotta a foci, az általános iskolások pedig kislabdát hajítottak és röplabdáztak. A sportnap alkalmából mindenki kipróbálhatta a Nordic Walkingot, valamint a petangot is. A rendezvényen 6 nyugdíjas egyesület, a Kispesti Gábor Áron általános iskola diákjai és a Kispesti Gyöngykagyló óvoda óvodásai vettek részt.